Sziasztok! Kristóf, vagy kockás ember. Ez pedig nem más, mint a szerdai bemutató. Ma megnézzük a Mercedes dupla készítet a Speed Championsból. Igen, igen, jól hallottátok. Nem technik szerda van már, hanem szerdai bemutató, hiszen ezt kértétek, hogy a technik szerda helyett is legyen rendes bemutató. És ugye a szavazás alapján, amit említettem már nektek hétfőn, ugye az előző különálló készített bemutatójában, amit itt meg tudtok nézni, ott az Merci lett a második helyezett, és így őt hoztam el nektek most ebben a bemutatóban. Ami egy dupla készlet, és a száma 76909-es és 564 elemből áll. Két nagyon izgalmas autót kapunk, hiszen kapunk ismét egy formegyes autót, ugye egy a Speed Champions-ba, ez a tavalyi mercedes -nek az autója, illetve az AMG van nagyon különleges, nagyon egyedi szintén még nem gyártásban lévő kocsiját kapjuk meg pluszban, tehát két nagyon különleges autó van ebben a készletben. Kezdjük is egyből a Forma 1 -e, aminek nézzük először egyből az igazi verzióját, ugye ez a tavalyi évben futott, és nyert a Merci ezzel az autóval a Kostri Világbajnokságot. Egyébként a teljes pontos neve, az a Mercedes AMG F1 V12 E Performance. A motor benne egy 1.6-os V6-os motor, persze megtámogatva egy hibrid rendszerrel, összesen 1050 ló tud. A itt ugye Louis Hamilton, illetve Valtteri Bottas, valaki figyelemmel követte a tavalyi teljes versenyévadot, azt hogy nagyon izgalmas, és nagyon szoros pontolásra, és végül az utolsó verseny nagyjából utolsó körében dölt, hogy végül nem Hamilton lett a világban, hanem Verstappen de ebbe most nem menjünk bele, maradjunk ott a mecnél, És azért izgalmas, ugye a két pilóta, hiszen lehetőség ad a készlet arra, hogy eldöntsük, hogy melyik versenyzőt nek a rajtszámait tesszük rá a kocsira, hiszen pusz elemeket ad ahhoz, hogy kicseréljük a hátul lévő rajtszámot, illetve a kokpit előtt lévő rajtszámot, és akkor itt tudjuk személyre szabni, illetve persze a tetén lévő kamera az, ami még cserélhető, és akkor így lesz egyedi. Na nézzük, kezdjük az építéssel első körben, ami nagyon-nagyon izgalmas, hiszen egy nagyon különleges és újfajta építés van itt, hiszen egy formegyes autóról beszélünk, ami nagyon különlegesen formája van, nem olyan autós, mint bármi más. Egyből a legelején kapunk egy nagyon ötletes összeállítást, ugyanis az első rész a kokpit, illetve a hátsó motor rész az külön-külön van, és egyszerre kell őket összeilleszteni. Ez egy nagyon jó kinéz, és olyan, olyan, nagyon azt érzett, hogy mint egy te magad építed a formális autót, tehát egy nagyon jó ötlet volt a LEGO Később is nagyon jó megoldások vannak benne, viszont azért vannak fájó pontok, és itt leginkább a matricákra gondolok, hiszen ugye versenyautóról beszélünk, tehát viszonylag sok matrica van rajta, de néha olyan helyeken kell ragasztani, mint például ez a hátsó elem, vagy a oldalsó ö, légterelő belső fele, tehát olyan helyeken kell, matricát ragasztani, amit nem kényelmesek, főleg úgy nem kényelmesek, hogy épített, mikor már összeépítetted, akkor kell ragasztani, és lehet, hogy egy-két helyen sokkal egyszerűbb és könnyebb lenne akkor megépíteni, amikor, sem akkor ragasztani, mielőtt még összeépíted. Úgyhogy erre hát érdemes figyelni, nélkül kicsit előre lapozd, megnézni, hogy hol kell ragasztani, és inkább előtte kényelmesen, jól elférő, még mikor még nincs összeépítve, akkor leragasztani a dolgokat, mert azért úgy könnyebb és szebb ragasztás lehet létrehozni. Más olyan hű, de nagy izgalmas építés nincs egyébként benne. Nézzük a formát, akkor láthatjuk, hogy hogyan lett kialakítva Egyrészt mindenképp kiemelném az oldalán lévő beemlőket, hogy még ezeket a kis létrelőket is meg, megcsinálták. Nagyon jó a, a motor résznél lévő vonalak, tehát tényleg egy nagyon jó hozza végig a Formegyes kocsi formáját, az első létrelő is nagyon jó. Nagyon jók a visszapillantó tükrök, amik szintén nagyon, -nagyon tetsznek nekem, hogy ezt is sikerült megbastani. A hátsó szárny is nagyon jó, tehát tényleg egy nagyon ötletesen van itt az, az autó. Ugye a a védelmi rendszer is meg van egyébként fölnyitható, így lehet például be kényelmesen a pilótát. A kokpitban egyébként egyik minifigurás hozatban lévő figurának, ugye a gamernek a irányító padját tette be a kormánynak, és viszont ide nem tettek festés, ami szerintem hiányzik, mert azért a meghatározó eleme egy formidális autónak a kormánya sok-sok funkciós gombbal, ezért ezt hiányolom innen, illetve nagyon jó részletek az, hogy bár egy sima technikeleme van megoldva a futómű, de mégis igyekeztek imitálni valamennyire a legőkarokat, ez is egy nagyon ötletes dolog, hogy ezt megcsinálták. A sok mellett persze kapunk festetelemet is, méghozzá a Merci volt az elejére, az nagyon érdekes, hogy pont ez legyen, amit festettek, de ezt is megkapjuk, illetve festetelem, a keréktakaró, és ugye itt kék színnel kapjuk magát a gumi festését, ami azért lett kiválasztva, hiszen az a vizes gumira után, ugye hol aki követi a formáját, akkor tudja, hogy különböző keménységi gumitnak mindig más-más szín nem van, innen, tudja, lehet tudni, hogy ki milyen gumival megy. Nos, itt a vizes gumit festések került rá, ami azért választották ki, hiszen ez a gumi, ami rákerült, ez nem slick, meg megvannak szépen a bevágások, és ezért ö, alkalmazták a kék szint, ami szintén nagyon ötletes igazából ne játsszuk azt, hogy majd ez egy sligumi, amikor nem az. Tehát ez egy tényleg egy nagyon jó ötlet. Tehát nagyon jól került, nagyon-nagyon uh, tetszetős lett. Elég hosszú, elég nagy kocsi egyébként, de ezt az gondolom, hogy majd eldöntik, hogy mire talánban megfelelő vagy sem. Egy biztos, hogy azért ennyire különleges formát nehézett volna kisebb méretben összehozni, úgyhogy szép is legyen, úgyhogy ez szerintem itt teljesen rendben van. Térjünk át a AMG vanra, ami projekt -ra, ami ugye az AMG-nek az egyedi kocsi és a csúcs csúcs, és még mindig nincs a piacon. Nézzük itt is az eredeti autót, ami egyébként teljes technikában a V07-es formális autónak a dolgait hozza, tehát ugyanaz a 1.6-os V6-os motor kerül bele ugyanazok a villanymotorokkal, és itt teljesít ezzel lóerőt a kocsi, tehát 100, egy mint száz, egy autóra tettek egy kasznit, úgyhogy így, lett, így készült el. Nagyon különleges formája, ez nagyon gömbölyedett, tehát nagyjából ha kicsit hasonlít a Evianra, ami az is eléggé gömbölyedett formát hozott ki, ez is nagyon ahhoz passzol. Azt kell mondanom, hogy itt is azért megküzdöttek a tervezők azzal, hogy ez szépen meg legyen csinálva. Na nézzük a LEGO verziót, ahol kezdjük mindjárt az építéssel, amit most ugye mindig ezzel szoktam őrövenni első érdekesség maga, hogy itt kapunk egy, ugye, egy, egyszer egyes plétnek a dupláját, így összerakva kilukasztó tetővel, tehát ö, elég sok mindenre lehet majd használni, azt gondolom, hogy fogják használni a tervezői, minden esetre ilyet még eddig én nem láttam, ugye nagyon érdekes elem. A másik érdekessége igazából akkor jön el ennek az építésnek, mikor a hátulján ezt a felső vezérsíkot tesszük be, hiszen ez egy helikopternek a szárnya, bocsánat a függőleges vezérsíkja, azzal oldották meg ezt, és ahogy itt a videón is láthatjátok, borzasztóan ötletesen oldották meg, hogy utána ez gyönyörűen, szépen függőlegesen álljon, ne legyen eltérés, ne legyen kis csára, szépen le van takarva az oldala is, tehát tényleg egy, egy zseniális ötlettel valósították ezt meg. Itt is ennek a zsenyításnak egy házanya lett, az pedig a motortér, semmilyen motortért nem kapunk benne ez azért ez egy fájó pont. A másik érdekesség, hogy a sima, hát én inkább szitisnek hívnám, sávédőket tették ide az orrára, mint ilyen beömlő nyilások, ez is egy érdekes megoldás. Itt is megkapjuk egyébként a újfajta fényszóló elemet, amit mindig nagyjából erre Itt is ez festve van, tehát ezt némi ledőrsése lehetne másra használni itt is kapom arcát, itt is azért fájó dolog ragaszgatni, hiszen itt is megvan ugye az a főragasztás, mint a Forma 1 nél, itt az oldalára is kerül, itt is azt ajánlom mindenkinek, hogy előbb ragasztan, aztán építsen, vagy hát szóval, főleg az oldalánál ott érdemes ö, csak félig megépíteni, és utána a maticákat, mert utána csak kényelmetlenebb lesz, de azért én nem olyan vészes a matica mennyisége, ami még érdekes, itt is van egy extra festeletelem, méghozzá az elégen lévő a, ebbe a hűtőlásba festett AMG az, ami szintén ténylegesen festett. A valószínűleg annyira kicsi helyre kéne felgasztani hogy azt már nem válták el, inkább azt mondta, hogy ezt lefestik. Tehettek volna azért Más itt, mert azért tényleg olyan sok pontja nincs rajta. Ami még érdekes az építés mert aja, a, nagyjából legvégén kell rátenni a két diffúzort, ez is egy nagyon érdekesen van megoldva, csak ide kell ö, ö, klippel lehet föltenni. Ez is egy érdekes megoldás. Itt is meg van csinálva azért szépen a beömlők, ugye nem csak az orrán, hanem az oldalán is. Nagyon jó ez a kis perem a szélén, tehát tényleg itt is igyekeztek nagyon-nagyon életügy a varázsón, és ezt mindent megoldani, amivel lehet, ahol csak lehet rendes LEGO elemekkel. Külön kiemelném ugye a hátsó kerék fölött lévő kis változat, hogy a két Ö, a lapos tópol adottak meg, ez is egy nagyon jó ötlet. Nézzük a belterét, itt is levehető a szélvédő, itt sincs megfelelő helyen a kormány, kicsit el van tolva, viszont ami izgalmas, hogy persze matricával, de megcsinálták a kijelzőt, ugyanúgy az igaziban, itt is megvan a kijelző, van a középkonzol, tehát erre odafigyeltek. A figura ennél a kocsinál egy hölgy, ugye azt a dupla hogy miattában mindig az egyik sofőr az egy hölgy is sofőr, Ugye itt egy sapkás hajat kapunk, illetve szerűen egy bukós míg a formegyes kocsinál egy eléggé Hamiltonra hajazó figurát, bár tény, hogy nincs se vagy ő Hamilton lenne, de minden esetre azért ebből a frizurából eléggé tudható. És igazából ennyi lenne ez a két autó. Azt remélem, hogy minden infót elmondtam nektek, ami ehhez tartozott. Ha valami itt is kimaradt volna, akkor nyugodtan írjátok meg kommentbe, ezt nagyon szépen köszönöm előre is. Jöjjön az összegzés, hát itt Mindenképp pozitív, hogy kapunk újra egy formágyes autót, ráadásul ugye pont a tavait, és sikerült gyönyörűen megoldani a különböző formáit, tehát a kinézet mind a két autónál nagyon jó lett, nagyon-nagyon szimpatikus, nagyon jó az építése mind a kettőnek, úgyhogy ez is nagyon gyönyörűen belepasszol, a figurák is nagyon jók hozzá, ugye itt főleg azért, mert azért bár nem kimondva, de mégis kapunk egy versenyzőt, Negatívumok, hát mindenképp a maticák, hogy azért az kell küzdeni rendesen, illetve, hogy, hogy azért a projekt vannak az építése nem bővelkedik annyi izgalommal, mint a Forma tehát egy kicsit ilyen átlagot hoznak. ennyi lett volna ez a bemutató, én nagyon remélem, hogy sikerült minden infót átadnom, remélem, hogy tetszett, ha így volt, akkor ne felkezdhetek el megnyomni a lájgombot, ezen kívül ne felejtsetek el feladkozni, még nem tettétek volna meg, a csíscsengő megnyomását is mindenképp tegyétek meg, hiszen akkor kaptok értesítőt a következő izgalmas videóról, hiszen még egy Speed Champions készlet hátra van. Ezen kívül tudjátok támogatni a munkásságomat, Patreon keresztül, saját készlet vásárlásával, illetve póló vásárlásával, ezeknek a linkét megtaláltok a videó alatt. És a következő videóig pedig mindenkinek nagyon jó legózást, jók lehetek, sziasztok!